Tehát kérem önöket, hogy az eső... Puszta kezes technikák jellemzik az aikidót, valamint három fegyver használata a gyakorlat, ezek pedig a bot, a kard és a kés. Ezek elleni védekezés is fontos szempont és fontos feladat. A technikai rendszer feszítésekből és dobásokból áll. Az aikido előnyei, a stressz levezetése, a kikapcsolódás, jó közösség, jó hangulat, egészséges testmozgás, harmóniára törekvő filozófiával ötvözi. Célja a testi-lelki harmónia elérése önmagunkkal, a gyakorló partnerrel és a mindennapok társadalmával. Amit tegnap nem mondtam, hogy hogy is áll össze a jelentés az aikido, hogyha szakaszokra hoztam, szótagokra hoztam az elnevezést, az ai, a szeretet, harmón. Fő szabály, hogy az edzésen senki nem okozhat sérülést, a tudással nem szabad visszaélni. Nincs verseny és versenyszelleme. A cél nem a győzelem, hanem maga az intenzív gyakorlás. A stressz levezetése, a kikapcsolódás, a jó közösség kialakítása, a jó hangulat. Lágy, köríves mozdulatok, szilárd, stabil testközpont körüli mozgás jellemző az aikidót. Dinamikus mozgás az ellenfél erejének visszafordítása. Minél kevesebb saját erőzen sportágnak a képviselői. Az öltözet a keikoji, a judorua és a hakama, a szoknyanadrág. Ezt az imént említett szoknyanadrágot láthatjuk egyébként Balogh Gáboron, az egyesület vezetőjén. Aki csak így zárójelben jelzi meg, hogy a Pécsmekét követnie kell, amelyen haladni akar. Pécsi egyesületesítják ezt az irányzatot. Ez a mai jelenlét és a tegnapi jelenlét is
ennek a célnak egyik állomása. Egyéb iránt a sportiskolában a Társi Színház termében találhatók meg Pécsett a Radnóti Miklós utca 2 szám alatt. Hétfőkkel csütörtök 18 óra 30, szombat 16 óra és 18 óra, ekkor jönnek össze. És egyébként a takumadojo.at. Több előnye is van egyébként ennek a sportnak, többek között a stressz levezetése, a kikapcsolódás, a jó közösség, jó hangulat. Minden izomcsoportot megmozgat ez a sport, hajlékonnyá tesz, ízületek, izmok nyújtása. Aztán a lelki béke, az önbizalom növekedése, önvédelem, magabiztosság, mindaz, ami ezzel elérhető. És hát nem utolsó sorban fokozza az állóképességet. Röviden ennyit szerettünk volna ismertetni így szavakban erről a sportról, és hát egyébként pedig, amit látunk, azok a mozdulatok magukért beszélnek. Emlékeztetek a harmóniára, amit mondottam.